Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now. Irány a napfény szigete, ahol egyszerre van jelen a méltóság teljes múlt és az ultramodern jövő. Ez itt a Rolex Middle Sea Race, Európa egyik legszebb szigetén, Máltán. Málta ma is tapintható történelme olyan gazdag, hogy sokan kifejezetten emiatt érkeznek a szigetre. Pedig ez még nem minden. A természeti látványosságok és a sportolási lehetőségek tovább növelik a szigetcsoport vonzerejét. Málta az arab, olasz, angol és a lovagi kultúrák olvasztó tégeje, és egyben egy új, önálló nemzet. A kisország nagy tetteket hajtott végre. Megállították a török sereget. Kitartottak a II. Világháborúban, amikor egyszerre bombázták őket a németek és az olaszok. Ez utóbbi hőstettért kapták meg a György keresztet, mely azóta nemzeti jelképükké vált. A természeti és kulturális kincsek után lássuk a legaktuálisabb eseményt, a Rolex Middle Sea Race-t, ahol egy magyar csapat is indult az Air Málta színeiben. Ez a harmadik versenyünk. Úgy gondolom, hogy a csapat egész jól kezd összeállni. Igaz, hogy ez lesz az első igazi offshore megmérettetés. Ez ugye azt jelenti, hogy nyílt tengeri verseny. 607 mérföld a táv, ami természetesen lehet hosszabb is a szélviszonyoktól függően. Én úgy gondolom, hogy ezzel a hajóval tényleg esélyünk van úgy, hogy a legjobbak között lehessünk. Most úgy gondolom, hogy ezzel a hajóval tényleg van lehetőségünk arra, hogy az élmezőnybe mehessünk. A verseny egy több mint 1000 kilométeres kör tesz, melyben megkerülik Szicíliát, átmennek a Messinai szoroson, elhaladnak a működő Stromboli vulkánja mellett, majd kívülről kerülve a kis szigeteket, vissza a fővárosba, Valettába. A leggyorsabbak 2 nap, a túravitorlások 4-5 nap alatt teszik meg a távot. 15-en leszünk a hajón, lesz egy ausztrál vendégvitorlázó nálunk, aminek nagyon örülök, egy nagy tapasztalattal rendelkező ausztrál fiú, aki tényleg az utolsó pillanatban ugrott be a csapatba. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon hasznos, sokat fogunk tőle tanulni. 10 Sydney Hobarton indult, úgyhogy azt hiszem, hogy ez mindent elmond. Egyébként 2-es váltásba fogunk menni, tehát 2 hétfős csapat lesz, illetve a 15. ember pedig a navigátor, aki egy ilyen standby üzemmódban van, tulajdonképpen folyamatosan. Ha reálisan nézem az esélyeket, akkor az első 10-ben lenni komoly eredmény lenne. Bár gyors a hajó, de nem a legújabb fejlesztés. A csapat még viszonylag friss, de nagyon motivált. Én már többször versenyeztem a Wild Joe ellen még Ausztráliában, úgyhogy tudom, hogy jó képességei vannak a hajónak, nekem pedig az a feladatom, hogy kihozzam a Wild Joe-ból a maximumot. A Rolex Middle Sea Race abszolút győztese az Esimit Európa. A magyar hajó, a Wild Joe, a rendkívül értékes 5. helyet szerezte meg a 77 induló közül.